nézzünk bele egy újabb kirakásba, hogy mit üzennek a kártyák ezzel a te lélektársaddal kapcsolatban. Szóval arról van a szó, hogy sikerül-e vagy nem neki, vagy hogy alakulnak a dolgok, úgy gondolom. Ezt kell, hogy megnézzük. Na, koncentráljatok, összpontosítsatok, elnézést kérek. Nézzünk csak bele, elnézést kérek, hogy mi is van, meg hogy is van ez az egész közöttetek. Na most megnézzük, hogy mit tervezett ez a te lélektársad, hogy sikerül-e ez neki. Nézzünk csak bele, megnézzük, jó? Hát, azt mondja, hogy nagyon praktikus, és itt valami, azt mondja, hogy valami siker várja, hogy el kell, hogy fogadjon valamit. Hogy jó, valójában azt mondja ez a kártya, hogy ő ezt úgy szeretné, hogy amit ő megfog, hogy az arannyá válik, hogy az sikeres lesz, úgy gondolom. Na ez volt az, ami ez most kiesett, valójában itt ez az energia. Most nézzük tovább, hogy hogy fognak alakulni a dolgok. Hát én azt hiszem, hogy ő nagyon álmodozik valamin, és most nyilván álmodozik valamin, de ez azt jelenti, hogy lehet, hogy ilyen váratlan sikere is lesz, de fontos az, hogy ő a hozzáállását nál kitartson, és hogy harcoljon érte, azt üzenik a kártyák. Valójában, hogy nagyon kreatív, és egy nagyon jó időszak jön neki, hogy nagyon ötletes egyéniség, ezt tudjuk már, és azt is, hogy valami hirtelen változás, és itt tényleg, hogy nagyon meg kell, hogy gondolja, hogy mit is tesz, szóval szerintem ez igen. Hogy egy jó, nagyon jó esélye lesz, és hogy most az életét meg fogja változtatni, lehet, hogy tényleg ami a munkát is életén, nagyon jó esély jön neki itten, mint ahogy látod, ez tényleg nagyon jó, karrier is lehet, és hogy ő készen áll, és ő megteremti az életében mágikusan mindent, amit szeretne, úgy gondolom, és azt is gondolom, hogy van neki ilyen nagyon megérzése, és most úgy fog cselekedni, hogy tudja, hogy vagy mint, és úgy gondolom, hogy a föld királynője, hogy az azt jelenti, hogy nagyon kedves és megértő, ami azt illeti te veled kapcsolatban, de ő most összpontosít, és tényleg, hogy összpontosít, és egy tényleg egy ilyen nagyon jó egyéniségtől szeretné itten tényleg a kreativitását, hogy meglegyen, és de egy nagy szomorúság is itt van nála. Hogy meg kell, hogy gyógyítsa ezt a szomorúságot, és meg kell, hogy önmagának is bocsásson, de másoknak is meg kell, hogy bocsásson, én úgy gondolom. És hogy fog ez a tovább alakulni, hogy elégedett fog lenni, és nagyon valamit jó fog lezárni, úgy gondolom, és hogy olyan hirtelen jönnek a dolgok, és minden olyan hirtelen történik, nagyon gyorsan történik, hogy sok lesz neki egyszerre, és hogy tényleg egy döntés kell, hogy hozzon, úgy gondolom, hogy a gyermekkori emlékek feljönnek neki, és a múltját kell, hogy letisztázza, és hogy megbocsájtson, szóval szerintem arról van a szó, hogy megbocsájtson teljesen együttérzéssel. Tehát valami úgy nem 100%-osan sikerül, ha bár tervez idejten, még szomorúságot látok, nem fog neki sikerülni. Na most mit érez ez a te szívherceget te irántad? Na most nézd, ezt még leírja, hogy mit is érez ez a kártya, és azt látom, hogy hát mit érez. Hát vonzalmi erőt ne is tudjad, és hogy valami változni fog, hogy egy bizonyos személyhez napról napra erősebb lesz a hozzáállásod.
erősebb lesz a kapcsolatos, úgy gondolom, és ez játszik itten szerepet, úgy gondolom. Igen, és hát igen, ez játszik egy nagy szerepet, úgy gondolom. És most nézzük csak tovább, fogjuk csinálni, hogy mit is mondanak most a kártyák. Szóval, hogyha egyben megtaláltad magadat, ha ezzel rezonáltál, akkor húzunk még egyet, hogy na, hogy is áll hozzá. Most ezt nem tudom abba, hogy nézd, hát ez teljesen oda van valamiért. Na hát úgy gondolom, hogy is nagyon sokat gondolkodik, valami beindul, valami elutazás, lehet, hogy a pénzzel kapcsolatos dolog, és őtet most per pillanat foglalkoztatja. Hát, ha megtaláltad itt magad, írd be nagyon szívesen a kommentbe, ha így volt, nagyon örülök neked, sok szeretettel búcsúzok tőletek, sziasztok!